akkor talán el is kezdenénk. Igen, ezt nem Egyiptomban találtuk a papiruszok között, és nem mesterségesen barnított, hanem valóban hát jellemző mondjuk a 80-as éveknek a gyártás technológiájára. Hát ilyen minőségű volt a papír, amit szépen megbarnult az elmúlt 30 év alatt. Ez az a bizonyos megállapodás, amelyet az OMFB és a Magyar Tudományos Akadémia között kötött egymással, és ennek a megállapodásnak a lényege az, amit Péter is említett, gyakorlatilag elindította az iNégyzetF programot, aztnak az adathálózatnak a kiépítését, és mindjárt az adathálózat mellett egy olyan projektet is elindított, amely ezt az adathálózatot, mint alkalmazást is felhasználva az adatbázis építésnek, az online adatbázis szolgáltatásnak az alapjait megteremtette. A szervezetnek a felépítése mindjárt egy nagyon transzparens, átlátható struktúrát mutatott, a felügyelő tanács, operatív bizottság, műszaki tanács, vagy később alkalmazott tanács, koordinációra és a K+F infrastruktúra Kft. Túl sokat nem érdemes emellett időzni, a lényeg az, hogy minden olyan szereplő, akit az előbb már említettem, azok részt vettek ezen testületnek a munkájában. A testületeknek a felépítése, struktúrája az idő előre haladtával természetesen alkalmazkodott a környezethez. Egy a lényeg, hogy az iNégyzetF programnak önálló jogi személyiségű szervezete nem lévén az MTA-t aki adott otthont ennek a programnak, valóban otthont adott és a teljes függetlenségét élveztük, ezt én egyértelműen tudom állítani, és ez a függetlenség adta meg azt a lehetőséget, hogy még szabadabban, noha az akadémia adályat fogú szabadságot a kutatás fejlesztéshez, de még szabadabban lehetett a fejlesztési elképzeléseket megvalósítani, és a nemzetközi együttműködés is lényegesen hatékonyabb volt. Az NIF irodának ez egy fordulópontja volt a 2008-2001-es esztendő, ugyanis megtettük az első lépést az önálló jogi személyiség felé, mégpedig részjogkörű költségvetési egysége lettünk a FEFA irodának. Ez nem tartott sokáig, ez a lét, ugyanis az elkövetkezendő néhány hónapban a FEFA iroda felszámolásra került, és praktikusan az NIF iroda vette át a jogi személyiséget, és így most már a 95-ös kormányrendelet alapján önálló jogi személyként önálló költségvetési sorral tudtunk dolgozni. Ez egy hatalmas előrelépés volt, mert garantált volt legalábbis a költségvetésnek az a része, ami az alapműködést lehetővé tette. Az alapműködtetés ez nem volt nélkülözhetetlen volt. A szervezetnek a további alakulás az elkövetkezendő néhány évben, 2006 és 2016 között annyiban változott, hogy 2006-ban az iroda, mint iroda megszűnt létezni, és átalakult szintén önálló jogi személyként NIF intézetté. Ez az átalakulás, ez egy meghatározó momentum volt, ez pont abban az időszakban volt, amikor Péter, tehát az Informatika és Hírközlési Minisztérium gondolta úgy, hogy a továbbiakban az a folyamatos outsourcelt megoldás, ez a kettősség, ez nem tartható fenn, és mintegy, kvázi rákényszerítette az intézetre, hogy önállóan lássa el a feladatát. Ez egy komoly változás volt az NIF intézetnek az életében, ugyanis ideig az MTA-s takival szoros együttműködésben történt feladatellátás, önállóan kellett elvégezni, és ekkor egy csomó kolléga, egy sor kolléga, mondhatnám a teljes fejlesztői társaság átkerült az NIF intézetnek a státuszába, és elkezdtük az önálló működés, a valóban önálló működésünket. A struktúra gyakorlatilag nem változott, a felügyeleti szerv, amelynek a sorát itt most, ha felsorolnám, akkor nem lenne elég időnk rá, ugyanis itt az MTA-tól kezdve egészen a gazdasági minisztériumon át, a miniszterelnökségen keresztül, miniszterelnök hivatalon keresztül is nagyon sok gazdája volt a programnak,
de maga a struktúra, hogy felügyeleti szerv volt, programtanács működött, az NIF intézet végrehajtta a programtanács feladatait, mégpedig a programtanács, a műszaki tanács előterjesztése alapján dolgozta ki a szükséges programokat. Talán itt egy pillanatra fölvillantanám azt a képet, ami, és most visszaugornánk a 90-es évek elejére, amikor is kapcsolódtunk Európához. Ez volt az első linzi kapcsolat, amely lendületet adott és elindította igazán a hálózatfejlesztést. A nemzetközi kapcsolatok területén, és itt most egy ilyen képsorozatot fogok vetíteni, gyakorlatilag alátámasztva Péter által állítottakat, itt van az Önbord igazgatói, hát itt, hogyha nagyon közelről megnézzük, akkor ott látjuk Csaba Lászlót is. Azért ez egy rendkívül fontos dolog, mert ha megszámoljuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, a hetedik az egy titkár, 6 ember Európát, tehát egész Európában gondolkodjunk, 1991-ben már ott voltunk ezekben a testületekben. Ez azért jelentett valamit, csak úgy nem lehetett egy testület tagja, hogyha mögötte nem volt meg az az infrastruktúra, amit itt bemutatok. A 1993-ra ugye a HÁBON létrejött, és a HÁBONnak a belső kapcsolatrendszere. Működött az FDDI Budapesten belül, de azért a vidéki egyetemek és nagy intézményeknek az adathálózati kapcsolata, hát az bizony még valahol ott a 64 kilobit és a 19-2 kilobit környékén mozgott. Ez igen vékonyka kis kapcsolat, de minden esetre akkor, az akkori technológiai fejlesztés, mert ez megfelelt az európai színvonalnak. Péter által is már felvetített ábra, ez volt az első sugaras hálózat, itt ugye a tartalékolás még messze, nem is gondolhattunk rá, és hát az IBON-hoz és az EMPB-hez kapcsolódtunk. A alkalmazásoknak, tehát az elektronikus levelezésnek a bevezetése és az egyéb adatbázis szolgáltatások miatt a háttér számítástechnikai infrastruktúrát is fejleszteni kellett, és a Viktor Hugo utcában Göncz Árpád államelnök úr adta át azt a számítógépet, amelyen végül is ugye ezek a rendszerek futottak. A következő évben már a Terena, mondhatnánk Magyarországra vetítve a Hungárnet, tehát a Terena Executive Committee-nek az elnöke, elnökségében helyt kapott Bakonyi Péter, ugye ott van középen Péter, és ez nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy valóban Magyarország ott volt az élbolyban, majd pedig ő egyéb feladatai annyira leterhelték, hogy ezt a tisztet átadta Bálint Lajos kollégánknak, aki a Terena Executive Committee-ben dolgozott. Jelentős esemény, következő jelentős esemény volt az életünkben, ugye 34 megabites európai gerinchálózatnak a kiépülte, és Magyarország elsők között kapcsolódott 10 megabittel a 34 megabites hálózathoz első közelítésben. Akkor ez egy jelentős előrelépés volt. Majd a TEN 155-tel pedig, már ugye nevében is benne van, 155 megabittel kapcsolódtunk Európához. Ez azért fontos, mert ez húzta magával a magyarországi hálózatot, a magyarországi hálózati kapacitást, fejlődést is. Nem rejtjük véka alá, ugye, hogy az I4ZF-nek a története, illetve a NIFI-nek a története azért valahol nagyon komoly elismertséget kapott ebben az időben. Itt a képen láthatjuk Kró professzort, amint Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter úrral az első szuperszámítógépünket adja át. Meg kell mondjam, hogy talán Stumpf miniszter úr mellett Pokorni miniszter úr volt az, aki a humán végzettsége ellenére a lényeget megfogva tudta, hogy miről beszél, tudta, hogy amikor a sajtótájékoztatót tartja, hogy mit jelent az, hogy tartalékolt hálózat, és így tovább. Erre külön büszkék vagyunk. Ugyanezen rendszert egy vadonatúj számítók, átalakított számítóközpontban adtuk át. Ugye Tétényi Pista volt akkor a műszaki tanács elnöke, Márai Tamás kollégánk, és Béres István kormánybiztos úr, aki igen nagy támogatója volt az NIF-nek, miután rájött ennek a jelentőségére. Hát ez 2 év kellett akkor, de minden esetre azt követően a maradék 2 évben komoly támogatást élveztünk. Itt pedig ugye ismét a képtárból egy sorozat, ahol jeles személyiségek
működtek közre, itt már megjelentek a nagy távközlési vállalatnak a képviselő is, a 2,5 gigabites DVD-M rendszerünknek az átadásán, illetve a szuperszámítás technikai központunknak az átadásán. 2001-ben pedig már a Péter által is felvázolt tartalékolt DVD-M hálózatnak az átadó ünnepségére került sor, ahol Pálinkás József, aki az akkori oktatási minisztériumnak volt a minisztere, illetve Stumpf István miniszterelnökséget vezető miniszter úr társaságában adták át a hálózatot. A Giant első mozdulatánál természetesen ott voltunk, és kiépült az első gigabites adathálózati kapcsolat Európával, és ez nagy előrelépés volt. Már csak azért is, mert Közép-Kelet-Európa elosztó központjává vált az NIF a Viktor Hugo utcában, és ezt a státuszt a mai napig sikerült megőrizni. Itt azonban nem csak a hálózat fejlődött, hanem az egyes alkalmazások is. Éppen Kovács Kálmán miniszter úr adja át azt a videokonferencia rendszert, amely Ausztráliától egészen Ausztriáig átölelte a kapcsolatrendszert, és online kapcsolatba kerültünk. Ez szintén a gigabites gerinchálózatunk, ennek egy továbbfejlesztett változata a Giant 2 topológiájában jelent meg, ahol már az összeköttetések sötét szál alapon futottak, és ennek a nagy sebességű adathálózat a kapcsolatos Új Magyarország fejlesztési projektnek a dokumentumait írtuk alá. De nem csak hogy a szuperszámítás technika területén tettük meg az első lépéseket, hanem a hangátvitellel kapcsolatos feladatokba is élen jártunk, és ezt követően pedig, illetve ezzel szinte párhuzamosan fejlesztettük a méghozzá elosztott rendszerben, persze ez is egy olyan adottság, ugye, hogy a konvergencia régióban volt forrás, a központi régióban nem, tehát mentünk oda, ahova kellett, tehát mentünk vidékre, vidéki egyetemekre, főiskolákra, és telepítettük rendszereinket. Itt Dunaújvárosba adtunk át egy jelentős tárolókapacitást, ugyanezt megtettük Sopronban, majd pedig ugye kiépítettük 2010-ben, és átadásra került az NIF gerinchálózata, gigabites gerinchálózata, amely talán az a legnagyobb jelentősége, hogy ez egy hibrid hálózat. Mégpedig az MVM-net, illetve akkor még csak az MVM-nek az optikai összekötte a távvezetékeken lévő optikai hálózatot használtuk fel erre a célra, ma már elszaladtak. De ennek a hálózatnak az átadására került sor 2010-ben Nyitrai Zsolt, akkori informatikai államtitkár úr adta át a rendszert. Kicsit az időben, hogy eljátszadozva, talán egyik legjelentősebb lépés az elmúlt néhány, öt évre visszatekintve, hogy 2013-ban, miután fejéhez kapott a informatikai terület vezetése, hogy valahogy a Sulinetről elfeledkeztek, ki is maradt a fejlesztési projektekből, hújha ezzel valamit kezdeni kell, és akkor Bályi Vilmos megkérdezte tőlünk, hogy tudnánk-e vállalni, hogy a Sulinet az NIF hálózatához kapcsolódjon, mivel ez már réges-régi álma volt az NIF-nek, hogy egy közös oktatási hálózat jöjjön létre, természetesen álltunk elébe, és igen nagy lendülettel Mohács Jancsék a fejlesztés élére álltak Farkas Pistával egyetemben, és a kollégák átdolgozták azokat a koncepciókat, amelyeket korábban is már papírra vetettünk. A HPC Story szolgáltatásnak az összefoglalója, az eredménye, hogyha úgy nagyjából 2015-ből tekintünk vissza, az összesített számítási teljesítmény 290 teraflops. Ez messze meghaladja a top 500-at a világban, és valóban be is kerültünk, azt hiszem, hogy a 325. vagy 26. helyen voltunk, és így benn voltunk a top 500-ba. Majd, mivel elosztott rendszerről volt szó, ezek összekapcsolása 10 gigabites gerinchálózatunkon keresztül történt, adattárolási kapacitás
kapacitásunk pedig 12-17 petabyte, most nem tudom, hogy a jelen pillanatban hol tartunk, de én úgy tudom, hogy közelítjük a 17 petabyte-ot. Kialakult a HPC felhasználói portál, nagyon lényeges dolog volt, és hát ebben az időszakban kapcsolódtunk a PRACE-hez, ami az Európai Szuperszámítás Technikai Integráció. Talán fölvillantanám, hogy melyek voltak azok a meghatározó városok, de egyetemek, Pécsi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudor és az NIF intézet, ahova nagy szuperszámítás technikai kapacitás került. Azért, hogy senki nem maradjon ki ebből a dologból, ugye államtitkár, illetve elnök úr, proelnök úr mindig velünk volt ezeken a nagy eseményeken, az üléseken túlmenően, itt a debreceni átadást láthatjuk, itt a pécsi átadást láthatjuk, itt pedig a szegedi átadást láthatjuk, ahol Szabó Gábor rektor úr, aki idén is a Network Shop házigazdája lesz, persze ez 2011-ben volt, segítette ennek a rendszernek a üzembeállását. Majd pedig egy olyan időszak következik, amelyre rendkívül büszkék vagyunk, mégpedig az, hogy Debrecenben felépítettük azt az önálló nagy szuperszámítóközpontot, amely mind a szolgáltatás minőségében, mind az eszközök minőségében valóban élen járulak. Itt éppen ennek a nagy szuperszámítóközpontnak az átadása történik. Gál István rektorhelyettes úr, Stefán Péter államtitkár úr, és hát jó magam. Ez lenne az az épület egyébként, ahol ez az átadás megtörtént. Sokat gondolkodtam, hogy a következő szlájdot feltegyem-e, nem lesz-e valamilyen hivalkodás a részemről, de mivel én úgy fogtam föl első pillanattól kezdve, hogy az elismerés, amelyet kaptam személy szerint, az mindenki, az egész közösségé, ezért úgy gondolom, hogy azért ide feltettem. Ez a 30 éves munkáknak az elismerése volt, amikor ezt a magas állami kitüntetést megkaptam. Ami az egésznek mondjuk a pikantériája volt, hogy egy hét múlva az intézet megszűnt. Jó, hogy jogutódlással, de maga az intézet, mint olyan, megszűnt működni. Hát köszönöm szépen a figyelmüket. Ennyi volt Dióhéjban a NIF intézet és program története.